Asszony, asszony, csokos asszony csendül az ismert operett a Csiki játékszín nagy színpadán holnap este 7 órakor. Az első szerelem elsöprő ereje mindenkit magával ránt, Pünkösdi Kató és Dorozsmai Pista pedig nem mindennapi módon talál igaz szerelemre. Miközben a néző a szerelem emlékébe burkolózva követi az eseményeket, lelke a szépen megkomponált dalokban gyönyörködhet. A Csókos asszony című kétrészes operettet farsangbúcsúztató előadásként tűzte műsorára a színház. Csókos asszonyt már láttad? Nem még. De megnézed? Hát, ha megtudom, hogy mikor lesz, akkor igen. Szeret színházba járni? Persze. A zenés darabokat szereted? Nem nagyon, inkább az ilyen vígjáték, kabaré, ilyesmiket. A Csókos asszonyt azt láttad? Sajnos még nem, de ha lesz rá mód, akkor megnézem. A Csíki játékszín előadásait a Csíki medencén kívül a Gyergyószentmiklósi kultúra kedvelők is nyomon követhetik. Ezen kívül március 4-én Marosvásárhelyen a Nemzeti Színházban vendégszerepel a társulat, március 22-én pedig a Kézdivásárhelyi közönség tekintheti meg a zenés előadást. Nem, gyergyiak vagyunk. De szoktunk néha. De a Csíki játékszín Gyergyóba is ellátogató, és ott is megtekintetik az előadásaikat. Az operetteket szeretitek? Na, igen, fogjuk rá. Most az új operettit a Csíki játékszínban, a Csókos asszony, azt megnéznétek? Hát megnéznék, hogy... A komoly műfaj kedvelői vasárnap Tasnádi István Finito verse szatiráját Viktor Ján Frunze rendezésében nézhetik meg.